Eszembe jutott a minap egy beszélgetésem egy volt kollégámmal, én még akkor 20 éves voltam, és ő azt mondta nekem, hogy meglásd, akkor leszel igazán jó nő, amikor majd így elmúlsz 40, és akkor majd így az a kivirágzol. Ugye beszélgettünk már arról, hogy a középkorú nők, de szarul hangzik, de hát tény, ami tény, azok mennyire megtalálják magukat, jó esetben kivirágoznak, stb. Stb. Bezzeg a férfiak, de most nem erről van szó. Engem az érdekel, hogy vajon ez a szexuális életünket hogyan befolyásolja. Milyen volt a te szexuális életed mondjuk 10 vagy 20 évvel ezelőtt? 10 vagy 20 évvel ezelőtt ugyanekkora volt, mint most az étvágyam, viszont akkor sokkal kísérletezőbb voltam, mert akkor azt mondtam, hogy amikor majd lesz gyerekem, akkor nem akarok a két gyerek mellett megőrülni, hogy ez se volt, meg ez se volt, meg ez. Tehát ott egy elég erősen checklist-szerűen mentem a kísérletezésben. Ami meg 35-től jött az, hogy így elkezdtem merni vibrátort használni, nem a zzzrezgőset, jó? Tehát, hogy nem, légtechnikásat használok, és hát ilyen olyan, mint amikor azt mondják, hogy csúvi, irány a következő rendszer, zsing, és már ott se vagy, szóval, hogy így ez a típusú, és hogy én nekem ez azért volt nagyon más, vagy azért kezd nagyon más lenni, mert most már tudom, hogy azt, amit a férfitől vártam, azt én most már magamnak is be tudom húzni. És hogyha csak orgazmusra vágyok, egy, nem tudom, mert el akarom némítani az idegrendszeremet, vagy azért, mert épp beteérésed van, és tudod, hogy nagymamám olyankor mondta, hogy a karót is megmászná az ember, tehát ez létezik, ez nem urbán legend, hanem egy nőnek, ha beteérése van, akkor olyan kanos, mint egy férfi, meg hat másik. Szóval Pedig nem a tesztoszteronon múlik. Olyankor biztos nem. hát akkor biztos, hogy nem. Szóval lehet most hozni a fiúk a különböző bullshiteket, hogy miért nem szexeltek otthon az asszonya, vagy az asszony veletek. Mindegy is. És most egy ilyen nagyon nagy könnyedség van az egészben, hogy hát, ami van, az van. Ami jön, az jön. Ami nem jön, az tök mindegy, akkor is behúzom. Tehát, hogy nyilván ízület, ezt nem tudom, hogy tudjátok-e, fiúk, hogy ennek ízületvédő hatása is van a nőknél. Tehát, hogyha minél kevesebb az orgazmusod, annál szarabb az ízület. Én nagyon vigyázom úgy, így teljesítmény túrázóként a térdeimre, mert én ebből még sokat szeretnék menni ebből ezzel a két térdel. Hát én így ennyit tudok mondani, hogy van egy ilyen egészségvédő és pszichés, mentális egészségvédő szerepe is most már, azon kívül, hogy minden csak habatortán, ami van. Hát és fiatalon tart, arra ne beszéljünk. Tényleg? Én Nem. most ráncosodtam, meg őszültem is egy kicsit. Ajaj! Egyébként tök érdekes, mert erről valahol beszéltünk, hogy ugye nálam megfordult. Tehát nekem mondjuk a 20-as éveim az így jó, az így erőteljes volt helyek, mondjuk a maihoz képest nagyon nem. Ami egyébként nem tudom, hogy minek köszönhető. Lehet, hogy... Sőt, de azt hiszem, tudom. Tehát amikor két 20 éves összekerül, az így nagyon vicces tud lenni. Tehát, hogy az így elképesztően vicces tud lenni. Maximum, ha szerencséjük van, akkor együtt megtanulnak sok mindent, de erre kevés az esély. Aztán utána férjhez mentem, és 20 évig férnél voltam, tehát ezt így engedjük el, az olyan volt. Ez ilyen rendes házasságban lévő Annak minden szexualitás előnyével és hátrányával. együtt, igen, mondjuk igazából panaszra nem volt okom, de dicsekvésre sem. És tökre igaza lett ennek a kollégámnak. Ugye pont úgy váltam, 42 voltam, amikor szétmentünk a férjemmel, hogy ott aztán minden szempontból kinyílt a világ. És hogy mennyi mindent, tehát egyfelől saját magamat is jobban megismertem, nagyon sok mindent megengedtem magamnak, és egy sokkal felszabadultabb lett az ember lánya, én. Képzeld el, hogy én erről olvastam egy cikket az Indexen, és az Indexen mondták azt, hogy a nőknek a válás sokkal több pozitívumot hoz, nem feltétlenül anyagilag is nyilván, hogyha olyan a
rendelkezés vagy. Hogyha a teremtés koronáját a híd alá tudják ugye küldeni, akkor ez sikerül, hogy anyagilag is, de alapvetően azért, mert annyira pozitívan jönnek ki belőle, hogy önmagukat felfedezik, a határaikat, az igényeiket, a szexuális irányultságukat, vagy a kívánalmaikat, meg minden, amire a férfi egy válás után nem néz rá, hanem ott megengedi magának, hogy belerokkanjon, aztán vagy kijön belőle, vagy nem. Nem, ez izgés, és tök érdekes lenne a fiúknál is, úgyhogy megint akkor tiétek a labda, mert szeretünk veletek beszélgetni. Hogy áll most a szexuális életetek ahhoz képest, amilyen volt 10 vagy 20 évvel ezelőtt? Ide lehet kommentálni.